Várkonyi András imád kertészkedni, tulajdonképpen ez a hobbija, és most nagyon boldog, hogy hamarosan felhozhatja a pincéből a leandereit. Most elmondja nekünk, hogy hogy van ehhez a nehéz fizikai munkához ennyi energiája. Most még egy picit nehéz elképzelni azt, hogy hamarosan itt a tavasz, de hamarosan itt lesz a tavasz, amikor már nem hóborítja itt a Margit-szigetet, vagy minden más területet. Mesélj egy kicsit arról, hogy önnek milyen kötődése van a természethez. Pilisvörösváron azért körbevesz bennünket, részint az erdő, részint ugye a Pilisnek a növényvilága, és hát nekünk magunknak is vannak virágaink. A leander még len van a pincében, alig várjuk, hogy fölhozzuk. Vannak örökzöldek is, a borostyán, a tuják, a fenyők, úgyhogy azért a zöldet, mint itt is, azért látunk magunk körül. Szenvedélyes kertész akkor? Hát inkább vizuálisan. Inkább vizuálisan, szóval azért én nem ilyen metszeni, meg ilyesmiket, meg oltani, meg ilyeneket, úgy elméletben úgy tudom, de nem merném fölvállalni. Vannak erre szakemberek. Ahhoz azért, hogy leandert cipeljen föl, le pincéből, hát ahhoz azért, ahol kell egy fizikum. Nagyon fontos azért, hogy az emberek a fizikai állapota olyan legyen, hogy tudjon foglalkozni a növényzettel. Kipróbáltam egy módszert, ami nagyon segít a fizikai állapotomnak a megőrzésében, hogy jó állapotban legyek. A sárga vezér a kínai gyógyászatban már évezredek óta is használják. Gyulladás ellen való 160 olyan anyag van benne, ami mind hat az emberi szervezetre, és mind pozitíven. Az indiai tömjénfa, ami ajurvédikus szer, fájdalomcsillapító, úgyhogy az is nagyon hasznos tud lenni. Aztán a fűzfa kérge az különösen tele van olyan anyagokkal, amik fájdalomcsillapító, gyulladásgátló anyagok, ráadásul ebből a fehér, ami különösen jól használható, és hát ezek nagyon rendbe hozták az én vállamat, a kezemet, minden, úgyhogy sokkal könnyebb vele dolgozni. Ha jól sejtem, vagy ha jól értem, akkor ezek mind csak természetes hatóanyagok. Csak is természetes, persze. Hát ez, amíg nem muszáj, az ember nem megy a patikába.